Rezsistop programmal kezelni a válság okozta károkat az MSZP. A párt egyebek között azt javasolja, hogy legyen 5% az áfa a lakossági energiaáron, és indítson országos szigetelési programot a kormány. Vendégünk Harangozó Tamás. Mondtam, hogy itt igazából a kulcsa annak, ami a javaslat, az az 5%-os áfa lenne. Jó estét kívánok! Erre szokták mindig azt mondani, akik ebben kételkednek, hogy jó, de hát aztán azt majd szépen ki fogják pótolni azok, akiknek kifizetjük a különböző összegeket, és nem fognak semmivel sem kevesebbet számlázni. Semmit sem, ott sem amott. Ja, ez pontosan. Jó estét kívánok! Ezen a területen, a rezsi területén, ez egy felületes mondás. Mert hogy itt ki van mondva, hogy ennyi plusz 5%. Most erősebb mondatot nem szeretnék mondani, nem tudom kitől származik, ez hatósági áras. Tehát itt nem úgy van, hogy elmegyek a boltba, és akkor egyik helyen ennyiért veszem, a másikén annyiért veszem, ugye az egész rezsicsökkentés. Bár ugye csak meg címkézve van, hiszen korábban például az MSZP kormányok alatt is az állam, a kormány határozta meg a lakossági fogyasztási árat, de ezt a kormány mondja meg, hogy mennyi. Hát erről van szó, hát látjuk a kormányinfó előtt görnyed a fél ország, hogy éppen most mit fognak ezzel kapcsolatban bejelenteni. Tehát ha itt áfát csökkentek, akkor pontosan annyival fog csökkenni az általam megvásárolt gáz vagy áram ára. Nyilván itt az egyéb tényezők az egy más kérdés, de a magának, a gáznak és az áramnak az ára mindenféleképpen. Ez az egyik és legfontosabb, és hogy az elmúlt napokban, hetekben pont sorra jelentették be Németországban, a szociáldemokraták által vezetett Spanyolországban, ha jól emlékszem Franciaországban is van, vagy volt már ilyen kezdeményezés, hogy ők bizony ezt meg is lépték. Óriási országok, óriási rezsiköltséggel, de mégiscsak meghozták azt a döntést, hogy nem a saját állampolgáraikkal nyerészkednek. Róna jött ilyen 150, 170, 180 milliárd forint plusz áfa bevétel lesz. Ezt mind mi fizetjük be, kedves állampolgárok, akik fűtünk, vagy éppen fölkapcsoljuk a villanyt. Tehát miközben rezsicsökkentésről hablatyolnak, közben maga az állam kivesz a zsebünkből. Mert az államnak 180 ezer millió forintot vett fel a magyar állam, mint egy 75-78 milliárd forintnyi hitelt, mert annyira nincsen pénze, kötvénykibocsátása. Én mire költi, Ronai? Szerintem például... Erre én nem találgatnék, valószínűleg de ez lenne valószínűleg lehet, a következő válasz, hogy hát... Mi lesz az az újabb őrület az újabb levelező tagozatra, majd el fog menni. Mert nemzeti konzultációról beszélünk? Mert hogy egyébként vissza a rezsire. Tehát ott konkrétan, például az áramnál nem csak ezen nyerészkednek az áfán. A másik és legfontosabb, második legfontosabb követelésünk, bár azt mondom, hogy pariban van az elsővel, mert ezt mindenki érti, és senki nem érti, hogy miért van így, az, hogy a paksi atomerőmű továbbra is 11 egész valahány tized forintért, tehát 12 forint alatt állítja elő itt Magyarországon helyben az elektromos áramot. Akkor miért kell ezt az embereknek még alapáron is egyébként a háromszorosán adni, egyébként a megemelt rezsit? Oda Attila tegnap azt mondta, hogy az MVM a saját másból keletkező veszteségeit pótolja ebből. Hát, és ez válasz, és ez rezsicsökkentés. Erről nem Holoda Attila tehet erről a helyzetről. De ezt mondom, hogy ezzel is bizniszelnek a fejünk fölött, a kedves nézők feje fölött. Tehát ha arról van szó, hogy háború van, ha arról van szó, hogy rendkívüli gazdasági helyzet van, akkor ugye rendkívüli eszközökkel lehet élni. Na most pont ilyen helyzetben én azt gondolom, és mi követeljük, hogy a lakosság, az egy fontos szám, a paksi atomerőmű éves szinten bőven a lakosság teljes éves fogyasztását meghaladó mennyiségű áramot lát el, vagy állít elő. Tehát bőven minden egyes lakossági számlába lehetne ezt az áramot érvényesíteni. Mi azt tesszük hozzá, hogy egyébként ilyen válságos helyzetben az önkormányzatoknak, a civil szférának, és tegyük hozzá egyébként a kormányzati szférának is, hiszen nemzetbiztonsági, biztonsági kérdés is, hogy minden működjön. Igenis ezen az áron kéne lenni, hiszen ezek mik? Tömegközlekedés, mennyit hallunk most a BKK, BKV-ról fejre fog állni. Az önkormányzatok sorra zárják be majd, most is halljuk, hogy jelentik be egyébként, mindegy, hogy fideszes vagy ellenzéki város, mert két váló fekszik, persze. Hogy becsukja az uszodáját, hogy becsukja a közművelődési intézményt, hogy a gyerekeink fagyoskodni fognak. Ezek nem olyan fontosak, nem ön szerint, a Fidesz szerint, mint hogy az MVM mit kompenzál ki, meg
alakul. Ez azt jelenti, hogy megint velünk fizettetik ki az ő üzleti kárukat, miközben egy állami cégről beszélünk. Át vannak verve az emberek. Tehát amikről mi beszélünk, azok nem ilyen elvi dolgok, hogy majd jogalkotással, jövőre valami fog történni, mind az áfa csökkentés, mind a paksi atomerőmű áramának ezen az előállítási áron a lakossághoz és az önkormányzatokhoz, kormányzati szervekhez juttatott döntése, az jelenleg egyébként a háborús veszélyhelyzet idején egy 10 óra 57 perc, este 10 óra 57 perckor kiadott kormányrendelette ellen. Ahogy az szokásos. Rendezni. Jövő héten kezdődik a parlamenti ülésezés, beviszik ezt a tisztelt házba? Bevittük, bevisszük az összes javaslatunkat, de őszinte egyek nem ez a legjobb terep Magyarországon, hogy az emberekhez eljussunk. Úgyhogy rezsistop fórumokat tartunk, országjárásba vagyunk. Ma is éppen Székesfehérváron volt teltházas fórum, az emberek nyilván érdeklődnek, és nem csak azért szeretném itt is egy picit promotálni, mert mi elmondjuk ezeket, mert itt is meghallgathatják a tévében, hogy mik a javaslataink, hanem pont az az egyik nagyon fontos része a mi országjárásunknak, hogy ott helyben, vagy utána e-mailen, írásban megkapott konkrét kérdéseiket mi országgyűlési képviselőként darabra feltesszük a kormány képviselőinek. Én például pont a mai napon... Kérdés cunami lesz? Hát cunami, de ezek nem elvi kérdések lesznek. Én ma például egy olyat adtam be, szerintem sokak fogják érteni, hogy a kormány részéről Gulyás Gergely bejelentette, hogy ezeket a split klímákat megvizsgálja a kormány, hogy támogathatnák, hogy az emberek beszerezzék, igen, mert hogy ez zöld energiának számít, sokkal hatékonyabb, mint bármi más, és az jelen pillanatban a gáz ki tudja váltani. Most, ha valaki megvesz egy ilyen klímát 3-500 ezer forintért, persze mindenki vehet 2 millió ér is, meg nem tudom, ilyenek is vannak biztos a piacon, de lássuk be, az átlag az ennyi. Majd azzal szembesül, hogy ha ebbe be akarja táplálni, rá akarja kötni a kedvezményes áramot, ezt a úgynevezett H-tarifát, akkor közlik vele, hogy jaj, az még 3-400 ezer forint, hogy oda jöjjön az áramszolgáltató, berakjon egy másik dobozt, meg egy másik órát. Tehát többe kerül, vagy annyiba kerül az a óracsere, mint hogy az ember elmegy, egy család elmegy, és mondjuk összekuporgatva megveszi ezt az eszközt. És ez is állami rész. Én pont azt kérdezem ma a kormánytól, mert ez panaszként jött, hogy egyszerűen nem éri meg, az életben nem fog megtérülni így, hogy ilyen helyzetben például az állam nem mondana ele erről a több százezer forintos bevételről, hogy az alapinfrastruktúrát egyáltalán... És még hány ilyen kérdés? Egy millió, igen, és ezekről mindig be is fogunk számolni. Harangozó Tamás, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.